A román külügy küldött nekem egy demarsot, amiben megírták nekem, hogy miről nem szabad beszélni, miről beszélhetek, de hogyan, és mit kell mellőznöm. Ez egy hivatalos állami irat. Ismertetem. Azt tanácsolják, hogy ne beszéljünk arról, ami román érzékenységet sérthet. Majd ezeket felsorolják. Nemzeti szimbólumok. Jó, szerintem ebben megállapodhatunk. Erről nem beszélek, de üdvözlöm a magyar és székely zászlóval érkezett barátainkat. Ne beszéljünk kollektív kisebbségi jogokról, jó? Erről sem beszélek, csak megállapítom, hogy ezek léteznek, és megilletik az itt élő magyarokat. Azt írják, hogy ne beszéljünk nem létező romániai közigazgatási területi egységekről. Elgondolkoztam, hogy mire gondolhatnak. Azt hiszem, hogy Erdélyre és Székelyföldre. De mi sohasem állítottuk, hogy ezek román területi egységek lennének. Azt írják, hogy van, amiről beszélhetünk, de ne tüntessük fel rossz színben. Ilyenek például a nyugati értékek. Ha valaki az európai politikában forgolódik, mint ahogy nekem ez dolgom, akkor ma a nyugati értékek három dolgot jelentenek: migrációt, LMBTQ-t, meg háborút. Kedves román barátaim, ezeket nem kell rossz színben föltüntetni, rossz színben tűnnek fel ezek maguktól is. Na nézzük, demarss után miről kellene beszélnünk. Kedves barátaim, az emberiség történetének egy különösen veszélyes időszakát éljük, ezek a nagy változás évei. Azt az utat kell most szem előtt tartanunk, amelyen 2010-ben elindultunk a rendszerváltás 20 zavaros éve után végre. Egy új korszakot nyitottunk 2010-ben, és ezt kell bármilyen nehézséggel is találjuk magunkat szembe, bármilyen égzengés, villámlás, zivatar köszönt ránk, ezt nem szabad szem elől tévesztenünk. Van egy új korszakunk, amelynek szellemi és gazdasági alapja is vannak. Itt van a nyakunkon a migrációs válság, amiről jól látható, hogy liberális alapon nem lehet kezelni. És itt van egy LMBTQ gender hadjárat, amelyről kiderült, hogy csak közösségi, gyermekvédelmi alapon lehet visszaverni. A liberális alapokon álló országoknak az a kudarca, hogy ők azt gondolták, hogy a régi közösségeik helyett majd újak jönnek létre, ehelyett azonban csak egy sajátos elidegenedés jött létre mindenhol. Nincs más választásunk, hiába szeretjük Európát, hiába az a miénk, mégiscsak harcolnunk kell. Álláspontunk világos, mi nem kívánjuk, hogy mindenkinek ugyanaz legyen a hite, nem kívánjunk, hogy ugyanolyan családi életet éljen, vagy részt vegyen ugyanazokon az ünnepeken, de ahhoz ragaszkodunk, hogy van közös otthonunk, van közös nyelvünk, van közös közszféránk, van közös kultúránk, és ez az alapja a magyarok biztonságának, szabadságának és jólétének, és ezért ezt minden áron meg kell védeni. Ezért nem fogunk kompromisszumot kötni. 2030-ra az a célunk, hogy 160 ezer milliárd forintos GDP-nk legyen. Ha a fejlettségi céljainkat nézzük, akkor azt tudom mondani, hogy 2010-ben az európai átlag 66%-án, 22-ben a 78%-án voltunk, és 2030-ra oda akarunk érni a 85 és 90% közötti sávba. Ha a magyar gazdaság
versenyképességét nézzük fel, és az exportját, akkor azt kell mondanunk, hogy 13 év alatt azt megdupláztuk, és abban a magyar termékek részaránya jelentősen, mert a magyar tulajdonú cégek termékeinek a részaránya megnőtt. A bökkenő az, hogy 3 év alatt két meteorral is összeütköztünk. Először 2020-ban a Covid-dal. Ezt még valahogy kivédtük, de 2022-ben jött egy újabb meteor támadás, ez a háború. És ez már keményebb dió. Ez a meteor letérített bennünket a pályánkról. Azt látom, hogy legkorábban ez a pályára való visszatérés, ez 2024. július környékén következhet be, akkor jelenthetem reményeim szerint önöknek azt, hogy Magyarországon a gazdasági növekedés ismét jelentős. Ez azt jelenti, hogyha mindent jól csinálunk, szerencsénk is van, meg a Jóisten is megsegít, akkor a 2024-es európai parlamenti és önkormányzati választáskor már újra azon a kijelölt pályán leszünk, azon a kijelölt útvonalon haladunk, ami elvisz bennünket 2030-ig, és akkor a 2024-es tusványosi táborban már beszélhetek nyugodtan a 2030 és 2040 közötti tervekről. És hát akkor jöjjenek hasonló logikában a kérdések. Miniszterelnök úr, milyen jövőt jósol Szoboszlai Dominiknak? Milyen jövőt jósolok Szoboszlai Dominiknak? Az a helyzet, hogy megváltozott a helyzet, most már Szoboszlai Dominik a főnök, ő a király. Az a kérdés, hogy ő milyen jövőt jósol nekem. Hogyan látja a közelgő felvidéki választásokat? Lesz-e végre képviselete a felvidéki magyaroknak? De azért kedves felvidéki magyarok, az mégiscsak egy képtelen helyzet, ami van ott, nem? És nem mondhatjuk, hogy valaki más tehet róla. Hát ott van 500 000 magyar, nem? Ez egy Szlovákia egy 5-5,5 milliós ország. Ez egy jelentős súly. És nem mondhatjuk, hogy a szlovákok miatt nem tudjuk magunkat megszervezni. Persze, ők biztos mesterkednek, de hát ez része az életnek. De nem ők akadályoznak meg bennünket. Az, hogy a felvidéki magyarság nem tudja elérni a parlamenti képviseletét Pozsonyba, az minden visszafogottság mellett is azt kell mondanom, hogy ez egy gyenge teljesítmény. Szóval ennél azért többre van szükség, ha valaki a hazáért dolgozni akar a elszakított országrészekben. Van egy személyes kérdés is a végére. Mennyire nehéz nap mint nap a legnagyobb rossz árral is szembe menni a hazáért, értünk, magyarokért? Mi ad önnek erre igazán erőt és kitartást? Mindenért hálásak vagyunk. Isten áldja, miniszterelnök úr. Hajrá, magyarok! Ellenzékre azért mégiscsak szükség van. Ugye úgy vagyunk velük, mint a sör habjával. Jó, ha van, de azért ne ronts el az ízét. Az is látható, meglepő módon, hogy az ellenzékben is, ugye ez egy baloldal lényegében, azért a kommunisták a DK formájában valahogy csak túléltek. Az igaz, hogy a dinoszauruszok is túléltek. Pont úgy, mint a DK, a dinoszauruszok úgy éltek túl, hogy tyúkká változtak. Ez a helyzet a magyar kommunistákkal. És ugye én úgy tekintek a saját munkámra, hogy vannak a mi közösségünkben, a nemzeti közösségben olyan emberek, akiknek az a dolguk és megvan az a képességük, hogy értsék, hogy mi történik, elmagyarázzák az embereknek, hogy mi történik velük, és hogy mi vár ránk a jövőben, és segítsenek fölkészülni az embereknek erre a jövőre. Most akinek erre adott talentumot a Jóisten, annak ez a munka a sorsa. És én örülök, hogy nem vagyok sorstalan. Köszönöm a figyelmüket!